Köszöntöm Önöket! Egy tökéletes világban minden gyereknek békében és harmóniában kellene nevelkednie a vér szerinti családjában. Világunk mégsem ilyen tökéletes. Hogyan ünnepelnek azok a gyerekek, akiknek mindez hiányzik az életükből? Milyen kívánságokkal várják az ünnepet a beregszászi bentlakásos líceumban? Jöjjenek, és nézzük meg együtt! Hogy hívnak téged? Szőke Szandra. Hány testvéred van? 6. Így szoktál aludni hétvégéig, vagy minden nap hazajársz? Minden nap hazamegyek. Mi az, amit szeretsz? Tanulni? Igen. A magyar nyelvet, a munkát. Hogyan szoktátok várni a karácsonyt? Feldíszítjük együtt a karácsonyfát otthon. Finomakat főz anyu, segítünk neki. Miben szeret segíteni? Miket szoktatok sütni? Olyan diós süteményt, tört korumplit. Mi a kedvenc karácsonyi ételed? Van ilyen? Pelmeni. Most ezt kézzel készítitek? Igen. Milyen ajándékokat kértél karácsonyra, vagy kértél-e egyáltalán ajándékokat? Még nem kértem, de ha akarnak, akkor mereg ruhát, valami játékot. És mi az, amit szoktatok kapni? Édesség, néha játékok. Ha megírhatnád a kívánság listádat, mi lenne még rajta? Még Barbie, meg olyan főző játék. Például van ott a tángyér, olyan fazék. És a tesóid? Tudod, hogy mire vágynak? Nem. Nem szoktátok elmondani egymásnak, hogy mi az a kívánság, amit szeretnétek? Viktor akar távirányítós drónt. Ha lehetne egy kívánságod karácsonyra, ami nem tárgyi, tehát nem Barbie-ra gondolok, és nem játékra, akkor mi lenne a kívánságod? Hogy egy nagy házban lakjunk mindenki, aki a családhoz tartozik. Hol fogsz karácsonyozni? Hollandiában. Honnan jött ez a lehetőség, hogy te elutazhass Hollandiába? Hogy beírtak a tanárok, és akkor a hollandok megkiválasztottak. És hogyan fogsz utazni, azt már tudod? Repülővel. Mikor? Most karácsonyra, 21-én. És vágysz Hollandiába? Igen. Szerinted mi fog Hollandiába várni? Sok szeretet, ajándék. Szülők könnyen beleegyeztek abba, hogy elmenjél? Csak mindig, amikor elmentem, azt mondják, hogy nagyon hiányoztam. És te neked a szüleid hiányoznak? Igen. És testvéreid? Mióta élsz itt bent? 11 év tanulok itt. És, de akkor ezek szerint te hazajársz? Minden nap? Volt olyan időszak, hogy minden nap, de volt, hogy itt aludtam. Mi a jobb? Itt aludni, vagy otthon? Hát mind a kettő jó. Ha jól tudom, te milyen sportot űzöl? Box. Honnan jött a box? Hát itt, hogy jártam iskolába, itt, amikor kicsi voltam, láttam, hogy itt járnak a fiúk boxra, azt én is beiratkoztam, mert tetszett ez a sport. A szüleid mit szóltak ehhez? Hát az én döntésem. És nem féltettek attól, hogy a boxnál össze fognak verni, drága fiam? Hát ezt anyukám szokta ezt mindig mondani. Figyeljek oda, mert nagy bajok lesznek, a nagy ütés kap a fejem, vagy stb. Ilyesmi. Vannak testvéreid? Persze. Hány testvéred van? Rajtam kívül még 4 lány. Ők hány évesek? Az egyik, a legidősebb az 27, az utána lévő 22, az utána lévő 18, és a legkisebbik az 8 éves. Hogyan telik egy heted? Te minden nap hazajársz? Hát most már, most hétfőtől itt vagyok, hétfőtől péntekig. És ezt most ilyenkor ki szokta eldönteni, hogy te hétfőtől péntekigben legyél, te vagy hát a szülők? Én, hogyha akarok, megkérdezem a szülőtől, hogy itt aludhatok, vagy stb. És ők meg, hogyha igen, akkor írok egy kérvényt, hogy itt aludhatok. És mi van a tesóddal? Ő is itt alszik péntekig? Nem, ő.
kicsi még, második osztályos, minden délben hazamegy. Ki szokott érte jönni? Apuka. Mi van a bokszal? Hanyadik helyezést értél el, és hol? Lemberben voltam, 2017-ben, harmadik helyet értem el ukrán bajnokságban. Milyen gyakran boxolsz? Egy héten hányszor? Hát 3 nap edzés volt. Hányan edzetek? Hát nem tudom a légszámot, hányan vannak összesen, de hétfőtől, délután 4 órától 5-ig, 5:30-ig edzünk. Hogyan telik nálatok egy karácsony? Hát szeretettel, ahogy kell. Mit jelent ez? Mi az az, ahogy kell? Hát eszünk, együtt van a család. Mi a kedvenc ételed karácsonykor? A hús. De milyen hús? Rántott hús. Rántott hús mivel? Saláta, vagy stb. Ilyen töltött káposzta, féleségek. Édesség? Hát csokoládé. Melyik ételeket szereted jobban, amit édesanyád főz otthon, vagy amit itt főznek? Hát egyértelmű, hogy az az anyámnak a főztjét. Mi a kedvenced, amit viszont itt csinálnak a legjobban? Tarkony. Karácsonyi kívánságot szoktál leírni? Inkább elmondom, nem szoktam így írosgatni legtöbbet. Elmondom szót szerint, hogy mit szeretnék kérni, vagy stb. És teljesülni szokott a kívánságod? Hát legtöbbször igen. Te vagy például mit kaptál? Akkor kértem beleg ruhát, azt kaptam. És most mit kértél az idén? Hát idén is ugyanúgy, mert hogy telnek az évek, én is növök, a ruha is méret nem ad. És milyen meleg ruhára vágysz? Hát ilyen inkább sportosabbra, ilyes. Ha lehetne valamilyen kívánságod, de nem tárgyi. A kívánságom az lenne, az álmom az, hogy jó boxoló legyek. És szerinted megvannak hozzá az adottságait, hogy jó boxoló legyen? Persze. Például boxkesztyűt kértél már valaha ajándékba? Igen. Mit szeretnél csinálni? Honnan nagy leszel? Dolgozni. Mit dolgozni? Ilyen nehéz munkára, kőműves például. Szeretnél kőműves lenni? Szerinted miért jó kőművesnek lenni? Hát fizikai erő van tőle. Attól nem veszíted el a fizikai erődet a kőműveskedésben? Hát több súlyt emel, vagy stb. Többször egy nap, és akkor gyilazerő. Szeretsz itt bent ünnepelni? Itt az iskolában? Igen. Persze. Hogyan szoktatok ünnepelni? Hát mindig ilyen előadást csinálnak. Most is benne vagy, leszünk egy betlehemi előadásba. Te ki leszel a betlehemes előadásban? Király. Sok szöveget kellett megtanulnod? Hát nem, motos. Mióta élsz itt bent, illetve bent élsz-e, vagy hazajársz? Hát szoktam hazajárni, minden másik pénteken jár. Hány éve vagy itt bent? Második osztálytól. Hogyan érzed magad itt bent? Hát jó itt lenni. Egyedül szoktál hazamenni, vagy ők jönnek, érted? Ők. Merre laksz különben? Bégányba. És Bégányból 2 hetente, érted, jönnek, olyankor mit csináltok otthon? Hát szoktam tévét nézni, takarítani. És ki él nálatok? Nagyszülők is ott élnek, vagy édesanyád, édesapád? Sokapukám. Hol van édesanyád? Hát elment. És ő hova ment el? Itt hagyott titeket? Odesszába. Tehát akkor ezért nem szoktál csak 2 hetente hazamenni. Mi van az ünnepekkel? Mi van karácsonykor? Nem szoktam otthon lenni. Hanem mi történik karácsonykor? Itt bent vagy valahová elutaztok? Hát igen, megyünk szanatóriumba. És hány napig vagy szanatóriumba? Hát azt mondta, 1 hónapig lesz. Mit szoktatok csinálni a szanatóriumba? Milyen hát programok vannak? Szánkózni. És még? Kirándulni? Sielni. Mi az, amire vágynál karácsonyra? Hát, hogy együtt legyek a családdal. Melyik családdal? Édesapáddal is, édesanyáddal is? Igen. És mikor látod utoljára anyukádat? Hát, 2. osztályú. Emlékszel még az arcára? Hát, csak a fotókon. És mi az utolsó emléked vele? Már nem emlékszem. Hogy éreztél,
Mi az, amit a legjobban szeretsz? Melyik tantárgyat? A tornát. A tornát. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Focista. Hol szoktatok akkor focizni, vagy kivel szoktál focizni? A barátaimmal. Hogyan telik különben egy karácsony nálatok? Nagy, hogy megterítjük az asztalt, eszünk, beszélgetünk, utána meg kérjük az ajándékokat. És mindig csak hárman, vagy nagyszülők is szoktak nálatok lenni? Na, mindig csak hárman. Mi az, amit kértél az idén, vagy kértél-e valamit? Egy focilabda. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő vagyok. Magyar óráim mellett most az első osztály az enyém. Teljes egészében, akik most szeptember 1-től jöttek fel az iskolába, tehát mint alsós tanítónőként dolgozom. Kevés gyerekünk van, 9-en vannak. A 9 gyerek közül lehet tudni, hogy hány bentlakásos? 2 bentlakásos, tehát az azt jelenti, hogy az egyiket a nagymama neveli, hétvégéken viszi haza a gyereket, pénteken, aztán hétfőn pedig hozza haza. És a másikat úgy szintén a nagymama neveli, és ő is hétvégére hazaviszi, tehát minden hétvégére haza viszik a gyerekeket. Hány éve dolgozik itt bent? 17. Milyen itt bent a tanári kar, és milyen a csapat? Nagyon jó, én nagyon szeretek itt dolgozni. Tehát gyerekekkel nehezebb, egy kicsit, tehát több figyelmet igényelnek, viszont a tanári kar, a nevelők is, szóval nagyon jó csapat együtt. 9 gyerek, ezek közül lányok, fiúk, kiből van több? 4 fiam van és 5 kislány. Kik a szófogadókban? A lányok? A lányok, vagy? A lányok. Szoktak beszélni így karácsony előtt arról, hogy milyen kívánságaik vannak? Mikulás előtt kérdeztem, hogy írtak-e otthon levelet a Mikulásnak. Aztán hát ugye írni még nem tudnak, vagy diktálnak, vagy pedig rajzolnak. És mondták, hogy írtak, rajzoltak, úgyhogy hát ilyen apró kívánságok, játék, édesség. Ők nekik még szóval ilyen nagyobb igényeik nincsenek, mint a felnőttem nagyobb gyerekeknek. Szoktak Mikulásra kapni valamilyen ajándékot itt bent közösen? Persze, igen. Van Mikulás ünnepség, készülnek-e versekkel? Igen, készültek versekkel is, és kapnak ajándékot. Itt délután a nevelőktől kaptak, vagyis délután, mikor a pihenőidejük volt, akkor jöttek hozzánk vendégek, és tőlük kaptak ajándékot. Ilyen cipős doboz akcióban részesültek. Amikor kinyitják a dobozt, volt-e már olyan, hogy valaki csalódott? Nem volt még ilyen eset. Ha mondjuk nem tetszett nekik valami dolog, akkor így egymás között átcserélték. Minek szoktak inkább örülni? Ruhanemüknek, apró csecsebecséknek, nem tudom, tollaknak, ceruzáknak, édességnek, vagy pedig játéknak? Játéknak. Aztán hát én a kicsik nevében tudok beszélni, hát még a tollaknak, ceruzának annyira nem örülnek, mert ugye itt is el vannak látva, játék is van az osztályunkban, de viszont az a sajátjuk, amit kapnak, úgyhogy azt hazaviszik, azt szépen becsomagolják vissza a dobozba, beteszik a táskáikba, hazaviszik, de ruhaneműnek is örülnek, édességnek az meg pillanatok alatt elfogy. Ha most üzenhetnénk azoknak az embereknek, akik csomagolnak és dobozba raknak ajándékot. Mi az, aminek legjobban örülnek? Játéknak örülnek. Játéknak, színezők, kifestők, egy meleg sálnak, egy sapkának. Ők örülnek bárminek. Ki szokta a legtöbbet támogatni a líceumot? A líceumunk támogatója elsősorban a Sámuel Alapítvány, aztán Gugola István, a Rákóczi Ferenc Főiskola college részének pszichológusa, és Antal Viktória, ő pedig délutánonként hitoktatást tart az iskolába, tehát ő is nagyban hozzájárul a gyerekek támogatásához. Hány éve vagy itt bent? Ez lesz a 6. év. Hogyan érzed itt bent magadat? Hát jól érzem, én már nagyon régen itt vagyok, és nekem itt minden jó. Az mit jelent? Haza szoktál menni hétvégére? Nem. Egyáltalán nem? Nem. És nem hiányzik egy kicsit, hogy hazamegy néha? Hát néha. És szoktak meglátogatni téged a szülők? Nem. Van olyan, aki itt a legjobb barátnőd lett? Van.
És ő hanyadikos? Hatodikos. De most hanyadikos vagy? Tizedikes. Visszagondolsz most a tavaly és a tavaly előtti karácsonyokra. Hogyan ünnepeltetek? Nagyon jó. Buli is volt itten, ajándékot kaptunk, játszottunk, és minden jó volt. Milyen ajándékokat szoktál kapni? Hát fogkefét, fogpasztát, fésőt, csatott gumikat, ruhákat. És mi az, amit kérni szoktál? Egy szép ruha. Tehát egy nadrág, csak katonás. Katonás, nadrág? Meg felső. Ha lehetne egy kívánságod karácsonykor, ami nem tárgyi kívánság, az mi lenne? Azt kívánom, hogy én boldog legyek az életemben. Mit jelent számodra a boldogság? Keresni pénzet és dolgozni. Mi az, amire nagyon-nagyon vágysz? Anyámat meg szeretném látni. De ismered őt? Igen. Eljönne hozzád, hogyha tudná, hogy neked ez a kívánságod? Én nem tudom. Tehát az lenne a kívánságod, hogy anyukáddal találkoznál? Igen. Na hát, és boldogak legyünk. Mióta jársz ide a suliba? Elsőstől. Vannak testvéreid? Igen. Hány testvéred van? 5. Hogyan szoktatok karácsonyt ünnepelni? Este feldíszítjük a fát, megterítünk, eszünk, beszélgetünk. Ilyenkor a tesódat te viszed haza, vagy ketten mentek, vagy egyedül? Én viszem haza tesóimat. Tesóidat? Igen. Hány éves a másik, akit hazaviszel? Az egyik 7, a másik meg 6. És ő is ide jár az iskolába? Igen. És egyszerre hárman is jöttök reggel, és hárman is mentek haza? 4-en. 4-en. Bárki volt a meg ez a Sunday. Szoktatok-e otthon segíteni? Igen. Takarítani valamikor szoktunk segíteni anyunak. Valamikor kérő, hogy segítsünk. Karácsony, ajándékozás, van ilyen? Igen. Mit szoktatok kapni? Játékot, édességet, ruhát. Kívánságlistád szokott lenni? Szokott. És azok közül megkapsz valamit mindig? Nem mindig. És amire titokban vágysz, van olyan? Nincs mindenem, de most nekem nem kell semmi. Van-e olyan kívánságod, lenne olyan kívánságod, ami nem tárgyi ajándék? Igen. Mit kívánnál? Hogy a család mindig együtt legyen. Tesóm az egyik elköltözött, azt azért. Hány éve vagy itt? Hát már lassan 11 éve itt vagyok. Haza szoktál menni néha? Igen. Minden Mikor? Nap hazamegyek. Minden nap hazamegyek? Igen. Az iskolában mi az, amit nagyon-nagyon szeretsz? Barátokat, tanárokat, tanulni kevésbé, de muszáj. Testvéreid vannak? Igen. És ők is itt tanulnak? 2 testvérem tanul itt eddig még. És hányan vagytok összesen? 7. 7 testvéred van, és 2 tanul itt a többiek, azért nem, mert még kisebbek? Nem, van 2 felnőtt testvérem, és a többi még oldás. Hány évesek a testvéreid? Fentről lefele, vagy rendtől lefele mondjam? Ahogy akarod. Hát van a bátyám, ő már 25 éves, majd utána a nővérem 20 éves, én jövök utána, én 16 vagyok, majd utána a húgom, ő 14 éves, az öcsém 10 éves, a másik öcsém 6 éves lesz most nyáron, és a legkisebb húgom még 3. Hogyan szoktátok várni az ünnepet? Hát elég mozgalmasan, mert a gyerekek is így óvibba járnak, ők is szoktak ilyen előadásokat csinálni, és a fát feldíszítjük, az ételt megcsináljuk, így szentestére minden kész legyen. Szenteste együtt szoktátok a fát díszíteni, vagy már előtte jóval hamarabb díszítetek? Hát egy olyan reggel felkülünk, szenteste előtt,
Na, azon a napon is elkezdjük elsőnek feldíszíteni a fát, majd utána az ételt csináljuk, és így, ahogy anyu hazajön a munkából, megterítsük az asztalt, és ünnepelünk. Mi a kedvenc karácsonyi ételed? Minden. Mi az, ami elengedhetetlen karácsonykor az asztalon nálatok? A túrós tészta. Mi az, amit karácsonyra kívántál, vagy esetleg írtál-e levelet, vagy ez még nálatok szokás? Most már itt 16 évesen, nem tudom. Hát szoktam írni levelet, de nem adom oda senkinek. Nem szeretem, amikor lássák, hogy én mit kívánok. És szoktatok ajándékot kapni? Igen. És milyen típusú ajándékokat kaptok? Hát valamikor egy szép csizmát kaptam, valamikor egy telefont, valamikor édességet, gyümölcsöt. A gyerekek ilyen játékokat kapnak. De mire vágynál most? Most mire vágynák? Mondjuk én nagyon szeretnék most egy laptopot, de nem mondom ezt senkinek, mert több dologra is kell az a pénz. Ha valamit kívánnál karácsonyra, nem tárgyi ajándékot, hanem valamilyen kívánságod lehetne, az mi lenne? Hát, hogy az egész családom otthon ünnepelne velünk. Beleérted a nagyobb testvéreidet? Igen, és mindenkit. És szerinted ez a kívánság, ez teljesíthető? Nem tudom, nem hiszem. Jó lenne, ha teljesíthető lenne, de hogyha el is jönne mind, az jó lenne. Nagyon jó lenne, csak hát sokan nem tudnak eljönni. Közeledik mindjárt az ünnep, lassan vége van adventnek. A biológia, kémia tanszék, itt elsősorban az agrár tanszéki csoportnak a kezdeményezésére. Mi is egy olyan programot szerveztünk, ahol így advent előtt ilyen adventi koszorúkat és egyéb kis apróságokat készítettünk saját kezűleg a tanszékünkön. És akik ezt megszerették, hazavitték, megvásárolták, azoknak az ajándékából mi egy ilyen kisebb ajándékcsomagot állítottunk nektek össze. És szeretnénk, hogyha szeretettel fogadnátok, és azt üzenik, hogy szeressetek tanulni, szeressétek egymást, és reméljük, amikor majd olyan nagyok lesztek, és befejezitek az iskolát, akkor jöttök hozzánk tanulni a főiskolára. Mindenkit szeretettel várunk. Ki szokta a műsort összeállítani, vagy mi alapján szokták a műsort összeállítani? Most a karácsonyi műsort készítettük közösen, tehát a nevelőkkel, tehát a Diana segített, Feri, Bakferi nevelő, Tarmari Anna, Zsidik Irén. A ruhákat kik készítik? Szülők segítenek be, vagy a nevelők szoktak? Az önkéntesektől szoktunk ruhákat kapni, és akkor kiválogassuk, amik nekünk a szerepre kell, és azt eltesszük, és azt használjuk. Mennyire szoktak eljönni a szülők ilyenkor? Kimondottan minden szülőnek szóltunk, mindenkit meghívtunk, akit hogy tud eljönni, de nagyon kevesen jöttek. Ki szokták így önteni egy kicsit a szívüket, hogy mi az, ami ilyenkor fájdalmas nekik? Ők nem mondják el soha. Mindig ők olyan szépen beszélnek mindenről, mindig. Mintha otthon lenne, mint egy csodás lenne a gyerekeknek, és holott. Ez nem igaz. Ők arról beszélnek, ahogy szeretnék, ahogy legyen. A gyerekeinkre gondolok, és akkor mindig jön a karácsony, és nagyobb gondot jelent az, hogy a gyerek mit kérjen egyáltalán karácsonyra. Ezek a gyerekek mi az, amit szoktak kérni, illetve lehetnek-e itt nekik kívánságaik? Igen, persze lehetnek kívánságaik, de annyira olyan kívánság, hogy amit ne tudnának megteremteni a családba, olyat szinte nem is kívánnak. Nem is kérnek. Ők játék, csokoládé. Édesség, gyümölcs, meleg ruha. Beszélgettünk velük többször. Ruhát kérik. De olyan nagy, hogy amit nem tudnának neked megteremteni, olyan nincs. Olyan nincs. Mi van azokkal a
gyerekekkel, akik hazamennek karácsonyra. Ők mikor térnek vissza? Január 13-án kezdődik az iskola, és akkor visszajönnek. Mit éreznek ilyenkor, amikor visszajönnek? Feltöltődve mesélnek arról, hogy hol voltak, illetve mesélnek egyáltalán arról? Mesélnek. Tehát ők mennek a Szolyvai járásba, Kereckére, ott szanatóriumba. Hát és ott is karácsonyi műsorok vannak, természetesen az ukrán karácsony, mennek kántálni, új évet köszönteni, és odaadással, hát mesélnek sokat róla. Tudunk arról, hogy cipős dobozt állítanak össze nagyon-nagyon sok családban. Volt-e olyan, amikor a gyerekek csalódtak mondjuk egy-egy dobozban? Ha valaki beletesz a dobozba egy darabot tegyen be, ne tizet, amiket kiszelektált a szekrényéből, hanem egy darabot, amit úgy gondol, hogy az ő gyereke is felvesz. Függetlenül a családi körülményeiktől, az itt élő gyerekek is nagyon várják a karácsonyt. Szeretnék, ha lenne valami a fa alatt. Valami, amire éppen vágynak. Rajtunk, önökön is múlik, hogy mindenkinek jusson ajándék. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Mindenkinek áldott, békés ünnepet kívánunk!